Előfordult már képviselő úr, hogy álmodott esetleg valamelyik politikus társáról? Hát ennyire pervez nem vagyok, nem álmodtam még politikus társamról. Néha a futballról szoktam álmodni, de inkább nekem passzolnak, mint én passzolok. Nem. Fordult már ilyen? Nem, én egészséges embernek tartom magam. Hát nem, ilyesmi nem szokott velem egyáltalán előfordulni. Az álmaim szépek és a normális világról szólnak, nem pedig erről az abszurdisztáról, ahol a napjaimat vagyok kénytelen tölteni. Nem tudom megmondani. Szerintem biztos. Ön szokott támadni újságíró társairól? Igen, de azt tünetértékűnek tartom. Akkor szerintem menj el szabadságra. Hát attól függ, hogy rémálom, akkor egyébként lehet, hogy előfordul, csak már emlékszem rá. Egyéb irán nem. Hát lehet, hogy a rémálmok között szerepel, de ilyenben nem volt még részem. Hát nem, ma már nőkről is ritkán álmodom, mert 80 éves korában az embernek változik az érdeklődése. Ha a nőkről álmodok, akkor édesanyámról szoktam leginkább álmodni. Süt a mama, süt a bé. Nem, szerencsére nem. Jaj, ne. Nem. Nem. Köszönöm szépen. Született egy kislányunk, New Yorkban született, és igazából akkor jöttünk vissza, amikor ő 3 vagy 4 hónapos volt. Magyarországon fantasztikus gyereket nevelni. Ez a hang, amit kiad, ez jelent valamit? Igen, az azt jelenti, hogy menjetek innen, mert félek. Elegem van minden, mi azt mondja.